Nem volt egyszerű mérkőzés, valószínűleg nem is érdemelt vereséget a Debrecen. Hogy látta Leonel pontos ezt a találkozót? It wasn't a simple game and our team doesn't deserve this lose. Please make a short summary of the game. I think we made a very tactical and quality game. We balanced the game in the first half. We had one chance to score. There's two penalties for us, for them, that the referee didn't make. A taktikailag nagy harc volt a pályán. Az első pillanatban valószínűleg nem adott meg a játékvezető 2-1-es egyeket nekünk, egyiket az ellenfélnek. And in the second half we have our chances, but again the real chances that we have, we must score one goal. Probably we could win this game because it was a game to win. And the difference between the two teams in the pitch was not, there's no have no differences. A másik félben még meg voltak a helyzeteink, sajnos megint nem sikerült kihasználni ezeket, meg kellett volna oda, hogy ezt a mérkőzést meg tudja nyerni a csapat. És ilyenkor mit mond a mester a játékosoknak, mert tényleg megint voltak jó momentumok? What could you tell now to the players, because our team has some good moments during the game, what can you tell them? I must push them, because they made a good work. I must make him believe that it's possible to win games, even these two results, because we are playing good football, a competitive football, and a responsible football. And everyone see the kind of football that we play. Akkor motiválni a játékosokat, meg kell ejtetni velük, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket, annak ellenére, hogy az utolsó mérkőzéseket nem így sikerültek sajnos. Köszönjük szépen Frida Ferencnek a fordítást, Leonel Pontesnek pedig sok sikert kívánunk, és meghallgatjuk természetesen a győztes oldalt is, Henning Berget, akinek hát gratulálunk a győzelemhez. Congratulations, Mr. Berg. Jól játszott és taktikusan játszott a videótón, minden elégedett a mester? He thought we played good and very tactical. Are you satisfied with everything from our side? It's difficult to be satisfied with everything in a football match, but I'm satisfied with the win. I thought we played the best football in the first half, got into many very good opportunities, positions which we should have scored more or created even more chances. But the play in the first half was good, second half not so good maybe because this half was very hard, the other half was softer. But we scored a goal, very good goal, and we need defended well when we had to, and we also had a good goalkeeper when we needed to. So I'm pleased with the result. Hát nagyon nehéz egy futballedzőnek egy futballmérkőzésen minden elégedettnek lennie, de az első félidei játék az kifejezetten tetszett neki, úgy gondolt, hogy nagyon sok helyzetünk volt, talán többet is ki kellett volna használni belőle, előttünk egy nagyon szép gólt végül a mérkőzés során, folyamán, ami döntött. Az, hogy a második félidőben nem volt annyira talán jó a játékunk, az köszönhető annak is, hogy a másik térfélen keményebb volt a talaj, ahol az első félidőben játszottunk, ott kicsit puhább. Jól védekeztünk, nagyon jó kapusunk volt, amikor kellett, akkor hárított, úgyhogy elégedett a győzelemmel. Ugye most már csak egy forduló van hátra, jó lenne azt is behúzni és tapadni a Vasasra. Most már ez a csapat teljesen azt játsza, amit a mester szeretne? We only have one round left and it would be good to get really close to Vasas before the break. Is this team now play everything like you wanted to? Of course we play more the way we want now than we did in the summer. Today we could have scored more goals with the final pass and the final movement or to defend the final finish. We're scoring a lot of goals. For us it's to be more closer to our best level more often. And of course teams adjust differently to our tactics now than they did before, so we also have to adjust a little bit more. But we've been training unbelievably hard this first half of the season because we needed to step up a level physically, and maybe for some of the matches we have been a little bit shown that we've been training so hard this part, but this is necessary if we want to develop this team to be ready to play in Europe or to win championships. We needed to lift it, and I think after Christmas we will get better and better. Természetesen most már jobban úgy játszik a csapat, ahogyan ő azt szeretné. Azt kiemelte, hogy elképesztően kemény munkát végeztek a játékosok ebben a fél évben. Ahhoz, hogy kicsit feljebb lépjünk, mind fizikailag, mind taktikailag. Úgy érzi, hogy erre szükség van ahhoz, hogy a klubnak a céljait, a csapatnak a céljait elérjük. Ugye a bajnokságot szeretnénk nyerni, jól szeretnénk szerepelni az Európai Kupa sorozatban, és ezekre a kemény edzésekre szükség van. Ugye azt is említette, hogy azért az ellenfelek is most már máshogy állnak fel ellenünk. Nekünk mindig
kicsit ehhez hozzá kell igazítani a saját taktikánkat, de ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, ehhez van szükség.